Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... A Ildikó az MSZP volt elnöke, kezdjük, szép jó reggelt kívánok. A polgári új esztendő utolsó perceibe vagyunk, még három nap és ránk köszönt 2023. Ha évet kéne értékelnünk, és ezt csak beszélgetésünk első részébe tenném, mert nagyon rövid az idő, viszont nagyon sok mindent szeretnék megtudni öntől. Milyen bizonyítványt adna a Szocialista Pártnak 2022-re? Kétharmadot. Picit indoklom, mert modern pedagógiában az a divat, hogy egy pár mondatos szöveget is írnak a gyereknek és a szülőnek a jegyről. Az én unokáim már ilyesmi bizonyítványt is kaptak néhol. Azért áll közel az elégségeshez, ugye a kétharmadnak az az egyik számjegye, mert legalább meg tudott maradni olyan körülmények között, ami egy kisebb ellenzéki pártnak hát nem teremtett rózsás viszonyokat. Azért emeltem a kettest kétharmadra, mert talán talál most magának olyan mondandót, azt kell mondanom, hogy sajnos, mert olyan a szociális helyzet, hogy egy baloldali párt kell, hogy mondandót találjon, amivel képes lesz ezt az épp hogy megmaradt jellemzést valami jobbá, valami fejlődőképesebbé. Jó, akkor már is kérdezem a következő rákérdezést, hiszen ennek a következménye, mennyit ér ma ez az MSZP-s baloldal, hiszen tulajdonképpen a DK az az egész piacot, az ellenzéki piacot a vállán hordja, úgyhogy nem sok maradt a szocialistáknak. Vagy rosszul látom ezt? Azt hiszem, hogy természetesen az ellenzék legnagyobb pártja, és ez komoly felelősséget és lehetőséget is ruház rájuk, de az egész ellenzéki mezőnyt nem tudja uralni, még csak az egész baloldali mezőnyt sem. Azt gondolnám, hogy megvan a helye és a jelentősége annak a mégiscsak pár százezer szavazónak, akit már jelen pillanatban az MSZP. De hol vannak a DK, hol vannak a szocialisták, a baloldalnak a régi történelmi szavazói? Ennyire sokan nem haltak meg? Nem erről van szó, egészen szerencsére, hogy mind meghaltak volna. Egyrészt a baloldali mezőnyt, vagy mondjuk így egy jobboldali konzervatív oldallal szembeni mezőnyt, korábban az MSZP egyedül uralta, hiszen most egy darabig az SZDSZ-szel együtt. Bár most az meg ők maradtak egyedül. Kik? A szocialisták. Hát bizonyos fokig igen, de ha jól megnézi, akkor 4-5 pártra tagolódott az a korábbi mezőny. Mennyire szakadhat ez még tovább? Azt nem hiszem. Azt nem hiszem. Hát aki most még úgy gondolja, hogy tovább kell szakítania, és feltétlenül egy új pártot kell csinálnia, az valószínűleg nem tud számolni. Jelenleg Magyarországnak nem az a fő problémája, hogy kevés párt van, hanem egy kicsit sok, kicsit töredezettebb a mezőny, mint az kívánatos volna. Ildikó, és direkt mondom, hogy Ildikó, tegye a kezét a szívére. Mit érez ilyenkor? Hisz ön azért az ideológiája mellett megmaradt, mint ahogy a Hiller is megmaradt, és vannak még páran. Mit éreznek, amikor, és nem akarom elemezni, mert nem ez a feladatom a mai szocialista pártot, amikor ismeretlen emberek, ismeretlen ideológiák mellett visznek tovább egy zászlót, és lehet, hogy azt se tudják, hogy miről beszélnek. Mindenki úgy kezdi, hogy ismeretlen ember, és utána válik ismerőssé. De közben a párt megszűnik. Felszámolják. A párt nem megy szét, kicsi, de ez már nem megy szét. Ami az ismeretlen ideológiát illeti, az baj, az a mi hibánk, ha nem tudjuk megismertetni a közönséggel, hogy mi ez az ideológia. Nyilván én sem megyek most hosszú fejtegetésbe, de azt mondanám, hogy
tudja, én egykor magyar szakos voltam, és ott nyelvtant is kellett tanítani, tehát hogy szó elemzéssel elég hülyen megmagyarázhatjuk ezt az ideológiát. Szociáldemokrata. Egyfelől szociális feladatai vannak a társadalmi különbségek csökkentésében, másfelől demokratikus feladatai egy olyan világ fejlesztésében vagy kiépítésében, amiben minnyájunknak van beleszólása a közös ügyekbe. Ilyen egyszerű, ha leegyszerűsítem, de azt hiszem ez a lényeg. Kedves Ildikó, televíziónk 7. esztendejébe lépett. Gratulálok! És az elmúlt 5 évben a Szocialista Párt képviselőit nem nagyon láttuk. Miért én mi vagyok? Ön sajnos már nem a pártjának a vezetője. Nem a vezetője, de attól még képviselője. Képviselője, de önön kívül, meg még talán egy kezemen meg tudom számolni, nagyon kevesen vannak, akik válaszadó képesek, akiktől nyugodtan lehet kérdezni, és nem megsértődnek, hanem megpróbálnak építő jellegű válaszokat adni. Gyakorlat teszi a mestert, ha ezek a nem 10-20 éves rutinnal rendelkező kollégák is gyakrabban bejönnek ide is, meg máshova is, akkor tudják majd. Nem süllyed az a hajó. Na de valamikor ennek a pártnak volt ifjúsági szervezete, foglalkoztak oktatással, egy kutatócsoport van, az egyik fiatal, aki a párt egyik alelnöke lett, az lelkesen csinálja, de egy fecske nem csinál nyarat. Azt mondta, hogy például nem foglalkozunk oktatással, holott ön említette Hiller István nevét, aki szerintem ma az ország legjobb, vagy ha szerény vagyok, akkor azt mondom, hogy egyik legjobb oktatási szakértője. Sajnos egyet kell, hogy értsek önnel, nem csak azért, mert valamikor személyesen is ismertem. De objektíven is tudja mérlegelni nyilván. Igen, de mit tud ő egyedül tenni? Azt tudja tenni, vagy annyit tud tenni, amennyi választó áll majd mögöttünk. És azt is tudja tenni, hogyha létrejön egy értelmes ellenzéki szövetség, akkor a mi hozományunk benne, mint egy házasságban, bár már annyi pártam, hogy ez poligám házasság, de mindegy, tehát a mi hozományunk lehet például az az oktatáspolitikai tudás, ami ő benne megvan, vagy az a szociális tudás, ami másokban van. Ha holnap azt kiabálnák a Hősök terén, vagy a parlament előtt, hogy Lendvai Ildikó vissza az MSZP-nek, az első feladata nem az lenne, hogy ezeket a szétszakazódott magukat szociáldemokratának, szociálisnak, baloldalinak nevezett pártokat újraegyesítse? Mint biztos, hogy ez volna a jó. Mondanám azoknak... Akár a munkáspártot is, az iszomot is. A munkáspártot azért nem, mert alapkérdésekben ott nem értünk azért egyet. Azért, mert ők kommunistáknak hívják magukat? Nem azért. Nem, de például unió ellenesek és NATO ellenesek, és szerintem a mai világban ennek nincs helye. De amúgy a kérdése lényege, hogy érdemes volna a baloldali pártoknak valamilyen tisztább viszonyokat teremteni egymás közt, ha már egyesülni nem tudnak, abban egyetértek, viszont azt mondanám a maga által vizionált tömegeknek, akik a Kossuth téren vagy hol, nem, a Hősök terén azt mondják, hogy vissza Lendvai Ildikót az MSZP élvonalába, hogyha lehet, ne ezt kiabálják, hanem lépjenek be a pártba vagy a támogatói közé, és követeljék ki ezt a programot. Ön arról híresült el, én konkrétan nem emlékszem rá, mert talán még nem voltam itt, vagy hogy nem lesz gázáremelés. Mi a Felejtjen meg arról, igen. Mi a véleménye, és azt sem zavar, ha valami pozitívat mond, mert én utálom a drága benzin, de a drága benzinnél rosszabb csak az, ha nem lehet kapni. Ez pontosan így van, tehát én egyetértettem. És a drága gáznál is rosszabb csak az, hogyha az ember megfagy. Kétségkívül így van. Ráadásul, ha túl sokáig, túl végig gondolatlanul, mert rövid időre van helye, van ásapka egy terméken, akkor nem ettől függetlenül lesz hiányzik, hanem többek között ezért. Tehát a kormánynak azzal a lépésével egyet értettem, hogy ezt a benzinásapkát ki kellett vezetni.
Amikor bevezették, akkor lehet, hogy okosabban kellett volna eljárni, mert nem biztos, hogy annak kell az olcsó tankolási lehetőséget biztosítani, aki három csodálatos terepjáróval rendelkezik. Az ilyen támogatásokat mindig jobb szociális alapon adni, de ha rövid időre, mert egy szociális segítség kidolgozásához nyilván idő kell, ha rövid időre bevezetnek egy ársapkát, az ellen nincs természetesen kifogásom, de végig kell gondolni ennek a következményeit, nekem úgy tűnik kevéssé voltak végig gondolva, de annak, hát idézőjelben örülök, nem a drága benzinnek, de annak, hogy azért időben észbe kaptak, hogy ebből csak hiány lesz, és nem olcsó benzin. Ildikó szerint... Ez most jó volt? Most mondtam jót? Szuper jó. Akkor mondod. Jó. Ildikó már szerint, úgy értem, hogy akár megengedőt is. Azoknak a szankcióknak, amit Oroszország ellen bevezettek, van negatív hozama magának az Európai Uniós tagállamoknak is? Hát ezt mindenki tudta, hogyha bevezetnek egy szankciót, ami bizonyos gazdasági kapcsolatok megszakítását jelenti, az mindkét félnek okoz nehézségeket. Én úgy látom, hogy a nagyobbat azért mégiscsak Oroszországnak okozta. Putyin sem így számolt ezzel a háborúval. Azt hitte villámháború lesz, és nem lesznek gazdasági következményei. Egy 15 perccel ezelőtt beszéltem egy katonai szakértővel. Igen, itt találkoztunk vele. A teheráni kormány évtizedeken keresztül szankciók alatt volt, és most kiderült, hogy most ők fogják know-how-val, előre haladott eredményekkel támogatni az orosz hadsereget. Egy olyan ország, ami idáig abszolút szankciók alatt volt. Akkor mire jók a szankciók? Elég sok ők látják el Oroszországot most rakétákkal, mindenféle drónokkal, és kérdezzem gyilkolják. Meg valakit, hogy szeretne Teheránba lakni. Nem szeretne. Oroszországban szeretném elmondani, hogy Teherán a világ egyik kulturális központja volt valaha. Biztos így van, valaha. És én 1973-ban még jártam Teheránba, és amikor még jobban voltak Izraellel, és egy gyönyörű, egy olyan kultúrával rendelkező nép. És most ami... ilyen? Most ilyen az az ország? Talán nem. Épp a szankciók miatt, hogy nem hallgatott a jó De a szóra. Világ nem szól egy szót sem. A Magyar Szocialista Pártot nem hallottam, hogy kiállt volna a parlamentbe, vagy az utcán tüntetni azt, amit Iránban az iráni nők ellen az iráni hatalom. De bizony kiállt, nem az utcán tüntetett, de ha hallgatta például a minőszervezetünk pár nyilatkozatát, akár Gurmai Zitájét, aki úgy tudom, hogy szokott vendég lenni, látja, van más ilyen szocialista is. Ő nagyon önöknél. Régen nem volt vendég, azt hiszem le van tiltva. Igen? De hogy van letéva, de egy picit maradjunk a... Ki lenne letiltva arról, hogy szerepelhet maguknál? Szó sincs róla. Köszönjük. Egy picit visszatérve a szankcióhoz. Valamit hatott Oroszországba, ez látszik, hiszen a háborúval szembeforduló orosz értelmiségiek létszáma is egyre nagyobb, tehát érezték a bőrükön. Másrészt meg, ugyan mondjon nekem valaki, nem föltétlenül ön, de akár mondjuk a miniszterelnök, aki szankció ellenes, noha a világ minden szankcióját megszavazta már, tehát mondjon nem nekem... Nem lehet állandóan vétózni. De egyszer sem vétózok, nem állandóan, nem mintha hiányolnám. Mondjon nekem valaki más módszert, másik módszer egy agresszor leállítására, ha valaki a gazdasági, szankcionális eszközökkel nem ért egyet, az a fegyveres beavatkozás, azt meg nem akarjuk, mert világháborút sem akarjuk. Lendvai Ildikó, ön volt egy kiadónak is az igazgatója, és ez a kiadó komoly könyveket jelentett meg, a háborúról is, a békéről is. Hogy a fenébe nem tüntet mindenki az ellen, hanem lemegyünk, lefekszünk, nagyon jót. Hanukázunk, karácsonyozunk, és a szomszédban emberek százai gyilkolják meg. Apátlan, anyátlan, árvák maradnak, anyák és apák maradnak gyerekeik nélkül, és a világ köszöni, tapsol az amerikai kongresszus, amikor megérkezik az ukrán elnök, mindenki tapsol, mindenki, ha tud, küld valamit, de hol van itt a világ összefogása? Hát a világ összefogása ott van, hogy mindenki küld valamit. Zelenszkijnek szóló taps épp azok előtt főhajtás, akiket említett. Az árván maradt gyerekek, a fűtés nélkül maradt családok, a menekülni kényszerülők előtt. Értük vannak a szankciók is.
Én ezért vagyok híve a szankcióknak, mert nem volnék híve egy világháborút okozó fegyveres beavatkozásnak. Tétlenül pedig nem nézhetjük abban, ezek szerint egyetértünk. De mind a két ország úgy ízlel, mint Magyarország, egészségügyi és egyéb juttatásokat maximálisan adott az ukránoknak. Hát csak annyi, támadó annyit, fegyvereket nem. Annyit, amennyit, nem a fegyvereket hiányolom, és sajnos meg ezt is, jótól kérdezi, én elég sokat jártam, járok most is, ukrán menekülők átmeneti szállásán. Mi civilek tartjuk fenn. Igen, a magyar civil szervezetek, Duszpoint 12 piros pontot kapnak, beleértve természetesen az általam vezetett Böné Britet is, hisz a civil szervezetek mindenhol ott vannak. Azért szeretném mondani, hogy itt állami pénz kevesebb jut, valamennyi jut, hiszen ingyen utaztatják őket Budapestig, de a munkát mi végezzük. A civil szervezetek nagy részét az állam is támogatja. Azt, amiben én járok, az biztos, hogy nem. Feltehetőleg néhány egyházi szervezetet támogat, nagyon helyesen teszi. Például a migrációk áldozatainak segítésével foglalkozó szervezetet, hivatásos világszervezetet nem segíti, egy büdös fillérrel sem, inkább meggyanúsítja. Kedves nézőim, Lendva Ildikóval próbáltunk évet értékelni, bízom benne, hogy a következő polgári esztendő is békét hoz, békésebb, boldog, biztonságosabb. Hát csak az is ne mondja, hanem ennél nagyobb békét hozzon, ennél nagyobbat, és hogy önt is hozza nekünk, hogy meg tudjuk a világ problémáit önnel építő jellegűen oldani. Csak is. Lendva Ildikót látták és hallották, az MSZP volt elnökét, aki változatlanul az ideológiája mellett kitart, bár párttársai is itt tettek volna, akkor nem mindenféle új pártokba vagy régi pártokba látnánk, csak nem a sajátjukba őket. Ennyit a kritikáról. Köszönöm, hogy velünk volt és visszavárjuk. Most a kormánykereket átveszi Gajer Ferenc egy nagyon érdekes beszélgetéssel. Tartsanak továbbra is velünk. Utána még érdekes beszélgetések várnak önökre ma is, holnap is, és január 2-án újra élőbe találkozunk, de még holnap is élőbe leszünk. Tartsanak velünk!